Sziasztok! Nagyon örültem, hogy itt voltam. Erika, meg mondjátok, hogy nem jövök többet. Igen, nagyon szeretem a Gyuri karakterét. Hogy készültem? Hát minden nap mondjuk megérkezem 3-4 órával a felvétel előtt, és addig tartom, hogy felrakják a sminkemet. Az elég kellemetlen viselni 12 órán keresztül ezt a bajszot, de egyébként szuper. Hát az, hogy van egy borzasztó önképzavara. Szerintem ez nagyon vicces. Hogy ő azt gondolja, hogy ő egy jó csávó, ő minden nőnek bejön, és hogy csak nem kapott lehetőséget, de ő jobb focista lenne, mint akármelyik a világon. Közben egy kétballápos ember, aki a saját lábában is elesik. Hát ez, szerintem ez nagyon izgalmas ebben a karakterben. Az volt a vicc a jelenetben, hogy Gyuri beül az autóba, elindítja a motort, elindul, látja, hogy zárva a kapu, bosszankodik, kiszáll az autóból, kinyitja a kaput, kimegy a kapun kívülre, bezárja a kaput, és megy még egy méter, tényleg nem többet. Ez volt az első jelenetem, és akkor ott kellett mondani, hogy rohadt életben. Valami ilyesmi volt, és akkor viccből mondtam, hogy a rohadt életben, vagy nem tudom már, hogyan mondtam. És akkor mondta az Iván, hogy ne próbáljuk meg így az egészet. Kb. Az volt, hogy hát én nem vagyok benne biztos, hogy ezt az egészet tudom így abszolválni ebben a... De próbáljuk, és akkor így maradt. Egy viccből indult az egész, tehát hogy ahonnan a gondolkodás indult, az egy teljesen másfajta karakter volt, mert még arról beszéltünk, hogy ilyen Rudi Föller hajam lesz, be lesz izélve, és aztán azt kipróbáltuk azt a szettet, és az nem állt jól, akkor utána kipróbáltuk azt, hogy mi lenne, hogyha lenne ilyen Ronaldo hajam, akkor azt megcsináltuk, az már egy ilyen jobb volt. Akkor különböző bajuszok kerültek föl rám, amíg megtaláltuk azt a bajuszt, ami... Tehát, hogy amikor ezt magában a műteremben vagy a smink szobában próbáltuk, akkor ez még nem egyáltalán nem... Akkor egyáltalán tudtuk, hogy ez ilyen hangon fog beszélni ez a csávó, és hogy ez ott az első pilotnál alakult. Az nagyon jó, amikor az ember saját magától teljesen eltérő karaktert játszhat, az nagyon felszabadító. Viszont az előbb beszéltem a felelősségvállalásról, tehát hogy ilyen esetben, amikor az ember egy szerepet játszik, akkor egyáltalán nincsen felelősség, úgyhogy bármit megtehet, ez nagyon izgalmas. Úgy nagyjából próbálom feltérképezni azt, hogy mik a személyiségjegyei bizonyos karaktereknek, és akkor azt, ha megtalálni a párbeszédekben vagy a szituációkban, és azt nem tudom erősíteni. Tehát, hogy egy szerepet játszol. Karaktert, amit természetesen átengedek magamon. Hát én szerintem egyáltalán nem sértő, szerintem nem a vidéki ember sztereotípiái vannak benne, hanem általában valahogy unblock az emberek hülyeségére próbál rávilágítani ez a sorozat, és valahogy az a célja, hogy a bajainkon és a hülyeségeinken tudjunk nevetni. Tehát, hogy én nem sértőnek, én inkább önironikusnak gondolom ezt az egész. Például a Mi kis falunk első évadának a felvétele alatt pont párhuzamosan próbáltam a Vixinázban a Bűn és bűnhődésben. Tehát ez azt jelentette, hogy reggel nagyjából olyan 4-re jött értem az autó, kiértünk. Pili Szentlélekre felrakták a sminket, elpróbáltuk a jelenetet, feljött a nap, fölvettünk egy jelenetet, 9-kor visszajuttam az autóba. Beértem 10-re a színházba, 10-től 2-ig próbáltam, 2 óra 5 perckor ott várt az autó, visszavittek Pili Szentlélekre, kiértem, felrakták a sminket, felvettünk egy jelenetet, beültem az autó, és 6-ra visszamentem próbálni, és este 10-ig próbáltam. Hát a színészetben önmagában az a jó, hogy az ember minden lehet. Tehát amikor, nem tudom, a Weekendben játszottam például a Veleig romlott bűnözőt, akkor tök jó volt, hogy ezt minden felelősség nélkül meg tudom tenni. Most a következő filmben egy szakácsot fogok játszani. Ez nagyon, hogy mondjam, nagyon klassz dolog, hogy az ember igazából mindent kipróbálhat az életében.